Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, gyerekek, ezen a ponton beszélgetnünk kell egy kicsit a Division 1-2 sztoriáról, mert hogy nagyon jó a sztoria, a probléma az ezzel a játékkal, hogy, vagy két játékkal, hogy a sztoria el van rejtve a küldetésekbe, és az akció közepette, meg a sok gyűjtegetés közepette nem mindig figyelünk oda, a történetre, vagy nehéz odafigyelni a történetre, de a történet nagyon ott van a szeren, főleg, hogy most kijött ugye az utolsó fejezet, a Warlords of New York, és lesz spoiler, alert, szóval spoiler alert, szóval, hogyha még nem játszottad ki a Warlords of New Yorkot, és szeretnéd a storyt magad megtapasztalni, és nem az én számból hallani, akkor ideje kikapcsolnod ezt a videót, vagyis meghallgatnod addig a pontig, amíg bele nem kezdek a Warlords of New York egészítőbe, és hogy megtud, hogy mi történik, és azt kell, hogy mondjam, hogy Division 3-nak nézünk elébe, ebből a ponttól kezdve. Szóval, Hölgyeim és Uraim, az armor és változásairól, bildelésről, ilyesmiről lesz később egy videó, még én is ott farmolgatok, nézegetek, de előlegben annyit el mondani, hogy nagyon leegyszerűsödött, nagyon egyértelmű lett a formulás, a bildelés és a többi, és hogy gyengébb lett -e? nem hiszem, potenciálisan elég nagy számoknak nézünk előbe, hogyha jól vagy bildelve, annyi biztos. Na, de itt most a Division Story Lord lore történetéről fogunk beszélgetni. Szóval, az első rész ugye az úgy indul, hogy Fekete Péntekkor, Black Friday-kor 2020-ban egy vírus üti fel a fejét az amerikai dolláron, a bankjegyeken, ezért is nevezték el Green Poisonnek, vagyis zöldméregnek, illetve a dollár, the dollar flu, a dollár náthának, valami ilyesmi. Na most az a lényeg, hogy ez nagyon gyorsan elterjed, ez a vírus, és ennek következtében gyakorlatilag összeomlik a világgazdaság, nem csak az, de ugye fókuszáltan láthatóan összeomlik az amerikai uh, gazdaság is. Na most ezen helyzetekre uh, az amerikai kormánynak volt egy uh, megoldása, és az pedig a Strategic Homeland Division, a.k.a. The Division megoldása lehetetne. Alvó ügynökök, akik a lakosságban vannak, és az, arra vannak képezve, hogyha ilyesféle helyzetek ütnek elő, ahol a gazdaság, uh, illetve ugye a jelenlegi, hogy is mondjam, kultúra és civilizáció van veszélybe, ők uh, reagálnak erre, és megpróbálják uh, helyreállítani a uh, rendet, mint uh, kormány szinten, mint gazdaság, gazdasági szinten, mint béke szinten, szóval elég magasan képzett ügynökökről van szó, és ezen ügynökök mindegyiknek ugye van egy specialitása, amiben ők jók és értenek hozzá. Szóval keveset magyaráz a Divisionről a játék, de tudni kell róluk, hogy nagyon magasan képzettek, és gyakorlatilag mindenféle titkos küldetésektől, ahol éppen mondjuk kormányokat kell lerombolni, pont ugyanúgy kell tudnak kormányokat is felépíteni ezek az ügynökök. Szóval az első hullám gyakorlatilag meg is kapja jelet, hogy aktiválva lettek, amiután a Hát egy kicsit későn, hogy úgy mondjam. Az amerikai elnök uh, kicsit későre reagál és aktiválja az első hullámot, de addigra már ugye beüt a káosz. Uh, a Divisionnek az lenne a szerepe, hogy felvegye ez együttesen a harcot a Nemzeti Gárdával, az most amerikai Nemzeti Gárdával, akit később mi a játékban a Joint Task Force-nak, a.k.a. a JTF-nek ismerjük meg. Na most az első hullám megérkezik, kicsit későre, és... Uh, néhány ügynök mondhatni, kihasználva a helyzetet azt, hogy a kormányok kicsit későn reagált a dolgokra, úgynevezett róg ügynök lesz, vagyis letér az útról, mondhatni így, és saját útjukra térnek rá. Ezt ez, ez nem akarok mélyebben itt még belemenni, mert hogy e, belemeljünk egy kicsit később. Szóval a lényeg az, hogy elárulják a kormányt, hazárolást követnek el, és önös saját céljaikért kezdenek el dolgozni. Mi, vagyis mi az ügynökök, a második hullám ügynökei vagyunk, és ugye a játék úgy indul, hogy a helikopterben utazunk fejlául a helyi New Yorki Division ügynöknek a későbbi vezetőjével, szóval ott van Feilau, mint egy division ügynök, mi, mint egy division ügynök, és a division ügynöknek a parancsnoka ezen a helikopteren, és repülünk ugye New York felé, az akkori bázisunk felé. De lelövik ugye a helikoptert, amiben belehal a division ügynöknek a parancsnoka, így ezt ez által fél láó emelkedik ki a következőben a sorban, mint a New Yorki Division ügynök kapcsolat összekötő parancsnok féleségének, és nagy nehezen ugye a JTF kiment minket, és odaérkezünk New Yorkba a James A. Farley Post Office-hez, vagyis a, ugye a, posta épületéhez, amit később a bázisunk lesz. És ott azt a bázis fogjuk ugye fejleszteni, és Fogjuk és uh, olyan embereket hozunk be, mint a Jessica Kendall, ugye az Orvos, uh, Captain Roy Benitez, Paul Rhodes és a többi uh, emberek, akik ott vannak, és a bázisunk különböző szekciójáért lesznek felelősek. Küldetésén közepette szerzünk egy anyagmintát ebből a Green poison ugye a zöld mérekből, és kiderül számunkra, hogy magát a mérget Dr. Gordon Emmerherz nevezetű kontroverziális biológus fejlesztette. A megint csak ugye kiderül, hogy találunk legalábbis bizonyítékot arra, ilyen felvételt arra, hogy egy division ügynök, akit Aaron Keenernek hívnak, ugye róg lett, vagyis letért az úttól, és együtt dolgozik a Last Man Battalionnal, éké az LMB-vel, ugye a Division egy LMB-je, ami egy ilyen magán cég, gyakorlatilag, és most jelen pillanatban hogy a kormány ellen dolgozik, ők ketten együtt, Jairon Keener és ez LMB, együtt dolgoznak, és ők voltak azok, akik lelőtték ugye a helikopterünket, miközben New York felé repültünk, és ugye a Division vezetőnek a halálát okozva ezzel. Tovább haladva a történetben egy jelet fogunk el az orosz konzulátusról, és kiderül, hogy ebben az orosz konzulátusban egy Vitali Tercsenko, te nevezetű uh, doktor uh, van, egy virológus, aki ...nek a tudása elképesztően hasznos lehet abban, hogy megtalálják a, vírus megtalálják a, vírusnak az ellenszerét, illetve már eleve, hogy sok adata van a vírusról, és ő volt az, aki ugye küldte az orosz konzulátusról ezt a jelet. Ez lenne, ugye, a Division 1 Russian Consulate favorit pálya, ahol mindent jól lehetett farmolni. Szóval úgy is döntünk, hogy utána megyünk dr. Viteli Tetschenkónak, a legyen akármi is biztos rosszul mondom, és egy probléma van, hogy ott igazából belefutunk éron Kínerbe, aki elrabolja az LMB segítségével Vitali Tecsenkót, ugye Tecsenkót, a virológust, Magyarul nem tudjuk megmenteni. Na de semmi baj, mert nem adjuk fel a dolgot, és megpróbálunk utána menni. El is megyünk szépen az LMB-nek a bázisára, ahol is uh, találunk egy megint csak egy ilyen felvételt arról, hogy éron Kíner, és kiderül, hogy nincs egyedül, még vannak vele egy páron, uh, elhagyják az LMB-nek a bázisát, és megszöknek ugye az elrabolt Vitali a virulógus bácsival, mi közben ott maradunk, és hát ledaráljuk az LMB bázis, nem egy egyszerű küldetés, és ezáltal az LMB mint olyan feloszlik, meggyengülve New Yorkban a hatalmuk, és egy kicsit kezdett már helyreállni a helyzet. Szóval, következőleg egy unknown signal, vagyis egy ismeretlen jel, amit befogott ugye az ISAC, a mi kis mesterséges intelligencia, elvezet laboratóriumban, ahol megtaláljuk Dr. Amerhanszt. t nek a maradványait, Emman volt ugye az, aki kifejlesztette magát a vírust, és kiderül számunkra, hogy végül is azért halt meg, mert a saját vírusának lett az áldozata. Továbbá kiderül az is számunkra, hogy ez végig, mindvégig az ő direkt tervezete volt ez a vírus, azért, hogy némileg megritkítsa az emberiséget és a természetnek újabb újabb utat adjon, ezt hívják ugye ekoterrorizmusnak, hogyha így, e, így tetszik. És aztán e, kiderül számunkra, e, mert hogy Kíner igazából küld nekünk egy e, üzenetet, vagy ott hagy nekünk egy üzenetet, hogy menjünk már, illetve kiderül számunkra először is, hogy Kínernek megvan a technológiája ahhoz, hogy elő tudjon állítani újabb vírus, vagy újra elő tudja ezt állítani a vírus, sőt erősebbé tehesse ezt a vírust, mint későbbiekben kiderül, és mindezt ugyebár Vitali Tecsenkónak a segítségével akarja megcsinálni és ezért rabolta el. Kiner hagy nekünk egy üzenetet, hogy ha nagyon tetszik nekünk, akkor menjünk el és nézzük már meg a Dark Zone-t, és miközben mi ha hallgatunk rá és bemegyünk a Dark zone ott lesz egy üzenet hagyva nekünk, nem egy üzenet, egy ajánlat a Dark zone hogyha akarunk, csatlakozhatunk hozzá. És ugye a Dark zone való akciónk része, hogy róg vagy nem róg, jelzi azt, hogy végül is melyik oldalra szeretnénk állni ebben a harcban. Nem csak ez derül ki a Dark zone a Dark Zone Ground Zero volt New Yorkban, ugyebár, és Uh, onnan indult mindenki. Egy nagyon durva története van ebből a szempontból Dark zone amikor a rendőrség elkezdte, illetve a katonaság elkezdte lezárni az egészet, és pusztán félelemből kezdték el az egész, az összes embert leölni, aki a, jött ki, a, jött volna ki ezen a területen belülről, és végül, mikor már hatalmas volt a káosz, mindenkit uh, ott hagytak meghalni gyakorlatilag a vírusba, és aki pedig túlérte, ugye feloszlott a különböző bandákra, és ezek uralják most már a Dark Zone- Ebből a szempontból is, mivel, hogy ugye azért vannak ott a legjobb cuccok, mivel a katonaság azon a környéken állt meg is próbálta kontrollálni a helyzetet, de már nem tudta a Dark nyőrben kontrollálni a helyzetet, ezért mindent ott hagyott, minden felszerelést ott hagyott, és um, ugye azokat szerezzük mi meg, mint ügynökök a Dark És nagyjából uh, itt ér végig a történet, és Kínerről, Kínerről csak annyi derül ki, hogy elég őrültnek látszik, de valójában az őrületen kívül elég nagy motivációja van, és úgy gondolja, hogy a kormány elárulta az embereket, az, az a, hogyan kezelt ezt a helyzetet, és hogy milyen későn szólt, a Division ügynököknek a pánikról, az egészről, és hogyha már itt van, hogy ekkora káosz lesz, akkor mindenkit ki kéne írtani aki a régi világnak a, a része, és uh, felemelni egy újat Valahol ez Kinernek a, a motivációja a későbbiekben. És innen uh, térünk rá a Division 2-re. 7 hónappal később játszódik a Division 2. New Yorkban viszonylag stabil a helyzet, és úgy indul a sztori, hogy a Division ügynökök megvédenek egy civil ö, helyet, gyakorlatilag egy settlementet, már nem tudok el magyarul beszélni, megvédenek egy helyet, egy ahol civilek vannak a Division ügynökök, amikor leáll az SHD ö, Network, vagyis az iSec leáll gyakorlatilag, és egy ö, jel jelenik meg, ezt ugye egy ilyen emergency jel jelenik meg, Náluk, ami minden ügynököt, aki nem róg, ugye, Washingtonba hív, mert hogy gyakorlatilag veszélyben van a főhely, a bázis. És ugye meg is érkezünk Washingtonba, és azt látjuk, hogy a Fehér ahol most már, ami már a JTF-nek a bázisa, operációs bázisa, támadás alatt áll egy új vagyis is mondjam, grup, egy új csoporttal, akit hiénáknak hívnak. Visszaverik a hiénákat, visszavesszük a fehér házat, és itt ismerjük meg Meni Ortégát, továbbá Agent Cell-szót későbbiekben és Manny Ortega pedig elmondja nekünk, hogy a legtöbb országnak a vezetője vagy halott vagy eltűnt, és Washington DC pedig eh, szintén feloszlott különböző csoportokra, ugye a hiénákra, az outcastekre és a true eh, sansra. Mindegyiknek megvan a maga eh, motivációja erre az egészre. Ezek közül talán az átkeznek van a legérdekesebb történet ebből a szempontból, hogy ők azok, akik túlélték a vírust, kérem szépen, de mivel, hogy megvoltak fertőzve, a társadalom kirekesztette őket, és próbálnak túlélni. Na de, az a lényeg, hogy Ortega ugye a helyi division ...nek a irányítója, de hát inkább olyan irányító, aki saját magát irányítóvá tette, mert nem volt más. Című történet az ottani szekcióra. Úgyhogy ő utasít minket, hogy dolgozzunk együtt Kelszóval, és szabadítsuk fel a várost, illetve ezeket a civil lakosság helyeket, és állítsuk újra az SHD netvörköt, ami meg is történik, ugye újra felállítjuk AI-szeket most nagyon gyorsan kiderül számunkra, ugye, hogy létezik egy ellenszel a Green Poison-re, a zöld mérekre, erre a vírusra, és hogy hát ez valahol a városban van, vagyis Washington DC-ben, és hogy úgy néz ki, hogy az elnök, Ellis elnök, túlélte a zuhanását az Air Force One-nak, ugye sokszor ilyen helyzetekben az elnököt felnyomják az égbe, hogy ott van a legnagyobb biztonságban, és ugye lezuhant a repcsi, de ő túlélhette a zuhanás, és valahol valaki öm, börtönben tartja, vagy elzárva tartja. Aztán Kezó, ugye mondja, hát nem, talán nem kéne időt vesztegetni arra, hogy kimentsük az elnököt, viszont Meni Ortéga bácsi rámutat arra a kis problémára, hogy kellene az ő, hogy is mondjam, beleegyezése, illetve új lenyomata, szemlenyomata valamie, ami hozzáférést ad nekünk ehhez a gyógyírhez, ami a Green Poison ellen van. Na most végül kiderítjük, hogy Ellis elnököt a hiének tartják elrabolva, kimentjük őt, és először elmondja nekünk, hogy egy széles spektrumú antivírus tényleg létezik, ami meggyógyítja ezt a Green Poison-t, nem csak a Green Poison, de minden vírusfajtát képes meggyógyítani, de ez egy speci speciális brief, vagyis speciális aktatáskában van, ami a TrueSans-nál van, és ők meg be vannak húzódva a United States Capitol-ban. Na most semmi baj, mi szépen, miután újraállítottuk az SHD network networköt, minden ügynököt ugye összekapcsoltunk, és most mindenki ott van, hogy hívják van, ugye Washingtonban. Semmi baj, megpróbáljuk kiszabadítani vagyis el kiszabadítani, visszaszerezni ezt az aktatáskát, miközben Ellis elnök megesküszik arra, hogy ő újra fogja állítani az Amerikai Egyesült Államokat. Nem számít, hogy mi annak az ára, és um, mi szépen követjük ezen parancsot, mert ugye a hiéna strongholdba bemegyünk, truson strongholdba megyünk, outcast strongholdba megyünk, bemegyünk, mindenkit levelünk a JTF-nek a segítségével, természetesen az outcastokat is legyőzzük, de Emeline show, az ő bosszuk ugye eltűnik, későbbiekben még elő fog jönni. Na, Roosevelt island végül ugye kikötünk és visszaszerezzük Alice elnöknek az aktatáskáját. Nagy boldogság van, megvan az antivírus, csak hát egy probléma van, nem nagyon van hozzá szakmai tudásunk, hogy mindezt megcsináljuk még egyelőre. Na most, ahogy felszabadítottuk a várost, a strongholdokat legyőztük, egy kicsit megtörtük ugye a különböző csoportoknak az ellenállását, kiderül, hogy egy megint csak magán cég, amit Black Task névre hallgat, elárasztja. Manchester, uh, Manchester um, DC-t elárasztja, és uh, gyorsan kiderül számunkra, hogy a Black Task volt végig, aki a hínek a, a Trusant outcast eket uh, utánpótolta fegyverekkel, konkrétan azért, ugye, hogy megtörjék a divisiont és káoszt okozzanak a városba, amit ők majd később ugye, átvehetnek irányítással, és, és mondhatják, hogy gyakorlatilag ó, mi vagyunk a ö, jó fiúk. Na most miközben ez a magánkatonai cég, a Black Task, ugye ö, elárasztja washington a közben Ellis elnök eltűnik, és kiderül az is későbbiekben, hogy Ellis elnök végig velük dolgozott, és az előző elnök, aki precedent President, president Mendez volt, mert nem Ellis volt az eredeti elnök, ő csak a, a alelnök volt, ha jól tudom, vagy a házelnök valamelyik a kettő közül. Ő hát a, gyakorlatilag megölték együtt a Black Task-kal a President Mendezt, azért, hogy ő lehessen az elnök. Vagyis hát nem, hogy megölték, a saját titkos, e, titkos e, ügynöksége ölte meg prezident elnököt a Black Task e, parancsára. Ennyire nagy befolyásuk volt a Black Taskra. Gyak, Black -tasknak gyakorlatilag gazdagok, és sok pénzük van. Szóval nem nagyon maradhatunk nyugton, be is e, törünk a Black Task stronghold ugye a Tidal Basingbe, és visszaszerezzük az antivírus táskát, és megelőzzük azt, hogy felrobbantsák a fehérházat ugye a Wyvern című küldetésnél, és Elis elnök viszont megint csak elmarad, eltűnik. Itt ugrunk bele egy kicsit, de csak egy kicsit az Episode 1 Nak az eseményeibe az Askers és Expedition, illetve a Manning National Zoo-nál, ahol a Manning National Zoo az a hely, ahol végül legyőzzük az Outcast vezetőjét, Emeline sót, és némileg megismerjük az ő történetét is. Elég szomorú történet, elvesztette a gyerekét, és egy kicsit mérges lett, hogy úgy mondjam, és ugye megalakult, ő túlélte, a gyereke meghalt, mondhatni ezt így is, és kicsit morci volt a néni, de minden esetre sikerült megállítanunk, és megöljük őt szomorú a története, az ember így figyel, a, a ekókon keresztül a, az egész történetre való teljes mértékben megértem az outcast és az Emelin Show körül e, folyó drámát és tragédiát, ami az életében részvet, és hogy megalakította ezt a csoportot, és gyakorlatilag némi életet követeltek maguknak gyakorlatilag a városban. Szóval, ami lényeges és fontosabb az epizód van az az, hogy a JTF-vel együtt megpróbálunk betörni a Camp White Oaks-ba, amit elfoglalt azóta a Black Task, mert kiderül számunkra, hogy President Ellis és Ellis elnök ott van, de viszont újra sikerül megszöknie előttünk, és ugyanebben a részlegbe van a Kelly college is, amiről kiderül, hogy az atkasztok, aki még megmaradt, ugye még átvették az uralmat a Kelly College fölött, és oda is elmegyünk, és őt is, azt a helyet is felszabadítjuk, és kisztetjük az ott lévő cuccokat, ugyebár. Ezen a ponton ugrunk bele az epizód kettőbe, ahol kiderül elküldenek minket hogy kinyomozzunk valami dolgot a pentagonba ahol kiderül számunkra hogy a black task éppen ott van és erre le akarnak fúrni mert hogy a pentagon alatt ott van a darpa laboratórium és ebben a darpa laboratóriumban gyakorlatilag egy perfúziós bioreaktor van Na most a bio perfúziós bioreaktor konkrétan egy szerkezet amhol biokémiai Anyagokat lehet keverni és megalkotni, és azokat belejuttatni különböző organikus testekbe, vagy így mondjam, vagy organikus anyagokba. Nehéz elmagyarázni, egy perfúziós biorrektör, de egy létező dolog. Létező dolgok. Szóval megpróbálja a Task ellopni ezt a perfúziós bioreaktort, mégpedig úgy, hogy a Pentagon alatt fúrt alagúton próbálják eltüntetni. Nekünk sikerül természetesen ezt megállítani, és kiderül, hogy jaj de jó, most már kettő dolog van nálunk. Nálunk van a bioreaktor, ami, hogy is mondjam, nagy mennyiségben képes előállítani bármit, vírust vagy antivírust. Szóval a mi esetünkben megvan az antivírus és megvan a bioreaktor is, amivel gyárthatnánk masszív méretekben, antivírus csak nincs hozzá szakértelmünk. Na most érdekes dolog itt ugye, hogy miért akarja a Black Task megszerezni ezt a perfúziós bioreaktort, és kezdve ott, hogy eliszelnük nekik dolgozott, Alice elnöknek volt um, hozzáférése az antivírushoz. Lehet, hogy a Black Task és a Division ugyanazért harcol, csak más célért. Értitek? Tehát lehet, a Black Tasknak valami más célja van, mint a Divisionnek, de alapvetően lehet, hogy ugyanazt akarják. Nem derül ki eh, azon a ponton, hogy még mit, mit akar a Black Task a, a, az antivírussal, a perfüzős bioreaktorral. No. Na most, itt vágunk bele az epizód 3-ba, és a legtöbb spoiler található. Szóval, hogyha még nem játszottál vele, akkor spoiler alert. Epizód 3 Kony Island, a vadászat. Szóval el vagyunk küldve erre a Coney szigetre, Coney Islandre, hogy megmentsük az újonnan felbukkant Vitali Tercsenkót, aki kiderül, hogy a Black Tasknak a fogságában van, mert hogy Aaron Keener odaadta nekik Tercsenkót, azért cserébe, hogy a Black Task segítsen nekük egy, neki egy titkos Projektel. Na most, miközben elmegyünk oda, hogy kimertsük Vitali Tecsenkot, kiderül, hogy Aaron Kinnert sosem akarta, hogy a Black Task megszerezze Tecsenkót, és az összes, hogy is, az egész szigetet elárasztják a cleanerek. Igen, azok a cleanerek, akik a Division 1-ben New Yorkban vannak, mert hogy kiderült ugye, hogy Aaron Kinnernek van négy társa, és ezek közül az egyik Vivian Conley, aki nem mellesleg a, kínere, a a cleanereknek, ugye a tisztogatóknak az egyik vezetője is irányítja őket. És mivel Aaron sosem akarta, hogy a Black Test rátegye a kezét Vitali Tecsenkóra, csak át akart őket húzni, ezért nekünk végig kell küzdeni a Black Test-on, és végig kell küzdeni a, a cleanerekön, miközben ugye megmentjük Vitali Tecsenkont, mert hogy az ő tudása gyakorlatilag elengedhetetlen ahhoz, hogy antivírust állítsuk elő az megszerzett, újonnan megszerzett bioreaktorunkkal, és ugye az antivírus táskával. Szóval viszont, ami nem derül ki számunkra, az az, hogy mi az a titkos projekt, amiért Kiner hajlandó volt feláldozni Vitali Tecsenkót, és több valószínű, hogy az már be van fejezve. Episode 3-nek, episode 3-nak az expansion-ne a Warlords of New Yorkba ba ugrunk itt bele. New Yorkból ugye jön egy üzenet, és kiderül az üzenet küldője Féláu, Ugye ő addigra már ott a helyi division, nem addigra, hát, hát ő lett a helyi divisionnek a, az ügynöke, az a Féláó, aki a division 1-ben végig ott van megsérülve. Na most ő már fel van gyógyulva, ő küld nekünk egy üzenetet, hogy így jó lenne, hogyha New Yorkba jönnétek, mert itt rohadtul nagy a káosz, és Kínőr eléggé nagy káoszt csinált hát oda megyünk New Yorkba, nagy pánikba, és kiderül, hogy a JTF bázis, ugye a posta hivatal, ahol ami eddig a bázisunk volt, az kélek szépen egy biológiai fegyvernek az áldozata lett, amit Kiner fejlesztett ki, Tecsenkónak ugye a segítségével, és gyakorlatilag ez egy új, instant ölő vírus változata a Green Poisonnek, amit eclipse nevezett el, neveztek, neveztek el. Szóval fel is kerekedünk, mert onnan a bázison már semmi nincs, és elmegyünk Heavenbe, vagyis Mennyországba. Az egy új settlement, ilyen bázisféleség, amit Paul Rhodes Alakított. Meg ugye Póroz volt azt hiszem a technical, technikai vezető a Division 1 bázisában. És Póroz nem igazán lát minket ott szívesen, mert úgy gondolja a Division csak bajt hoz, és a Division az igazi célpontja Keenernek, de meggyőztük őket, nem vagyunk szívesen látottak a Heavenben, viszont Póroz meggyőztük arról, hogy segítsen nekünk arról, hogy levadásszuk Keenert és véget vessünk ennek az egésznek. Na most ahhoz, hogy megtaláljuk Kínört, mert hogy igazán el van veszve a kis csáva, nem találja senki sehol, ahhoz mm. a négy társát kell kellene először levadásznunk, ahhoz, hogy kicsalogassuk Kínert. Na most a négy tá társa az a Parnell, aki egy ilyen, hogy is mondjam, mérnök és kompjúterzseni, konkrétan ugye Vivian Conley, aki a cleanereknek a vezetője, és nem mellesleg egy kémikus, és ugye profi ebben a témában és Javier Kajika, ő meg az ilyen gerillaharcokban expert és James Dragov, aki az ilyen heavy vagyis a nehéz fegyverzetben um, profi és szakértő na most ezeket, és a Rikersnek nem mellesleg, hogy a vezetője na most ezeket a um, tagokat, ezeket a, ezt a négy mini boss-t, hogy így mondva a kínának a társít fogjuk és módszeresen levadásszuk, miközben felszabadítjuk New Yorkot. Miután levadásztuk, és itt jön az igazán durva rész, amit azt mondom, hogy lesz Division 3, miután levadásztuk um, a négy mini boszt, kiderül, hogy Kína a Liberty Islandon van, és hát oda megyünk szépen a Liberty Island le, ahol ott találjuk a Black Taskot, hogy és miért nem tudjuk. De a Black Task is kiderítette valahogyan, hogy e, e, ugye Kinner Éren Kinner ott van a Liberty island -on. ezért végig kell harcolnunk magunkat a Black Taskon, hogy végül eljussunk Éren kína akiről kiderül, akinél kiderül, hogy van egy. E, föld-föld rakétája, amiben benne van az Eclipse vírus, és képes kilőni azt a városra. És az is a célja kínőrnek, kilőni ugye, a rakétát a városra, megölni mindenkit, és ezáltal egy új um, society, hogy mondják ezt a magyarul, egy új nemzedék, egy új civilizáció, egy új uh, közösség. Uh, jöjjön létre. Na most megállítjuk Kíner-t, ugye megöljük, uh, és ugye míg halálán van Keenert, mi oda megyünk, és hát elbeszélgetünk vele, és ugye Kezzo és mi oda megyünk és elbeszélgetjük vele, de uh, ugye a halálán lévő kínör az óráján fogja, és egy, egy jelet, egy division, módosított division jelet küld ki, és ezzel aktiválja Annát. Anna egy mesterséges intelligencia, pont olyan, mint az ISEC. Amit Párnál csinált, párnel ugye ő volt a. a, a, a Teo Párnál volt a, a mérnök és a kompjúter zseni. Most ez a Párnál tervezett egy networköt, amit Anának hívnák, azért, hogy koordinálja a róg ügynököket vagy azokat, akik letértek az útról, és így ér véget. Későbbiekben kiderül, hogy Fei Lao elárulta a Divisiont, és összeállt a Black task kal És tőlük tudta meg a Black Task általunk keresztül, hogy hol található kínör, és ezért kellett nekünk végigharcolni velük. Szóval, ja, nagyon, kurva, nagyon durva itt a történet ezen a ponton, Lau ráadásul, mivel elmondja a Black task és felhívja a Black task vezetőjének a figyelmét, a Bardon Schaefernek a figyelmét arra, hogy az Anna, amit ugye Keener és társai terveztek, kifejezetten jól jöhet, akár nekik is. Ezen kívül, hogy még ünnepeljük azt, hogy felszabadult New York, meghalt Keener, nem örülünk annak, hogy Félau állt, állt a Black Task oldalára, de azért kapunk egy gratulációt, ugyanakkor kell szó közben elmondja nekünk, és itt a vége az egésznek, kell szó elmondja nekünk, hogy egy róg ügynök cella, vagyis egy róg ügynök csoport aktiválódott Washington DC-ben. És itt ér véget a Wallows of New York Expansion. És ezért mondom, hogy lesz Division 3, főleg ezután, hogy egy új rógügynök csoport lett meg, és van egy anna, iszeknek ugye a nagy vetítása. Elég jó a történet, sőt, nagyon jó a történet, és ezeken uh, kívül rengeteg ilyen kis um, mellékszál történet van, ahol maguknak a különböző csoportoknak, vagy éppen a, a játék főszereplőinek az életébe mész be, vagy a város lakóinak az életébe, és egy-kettő nagyon érdekes történet, és ezt a sok gyűjtögetésen keresztül euh, tudjátok megtapasztalni igazából, hogyha figyeltek oda, vagy hogyha érzetek sokszor nekem is úgy tűnt fel, hogy jé, történetet mesél a játék, de nem annyira figyeltem az akció miatt. Uh, úgyhogy ja, a vége úgy gondolom, hogy nagyon érdekes, és hogy sikerült felállítani egy másik mesterséges intelligenciát és uh, egy új róg ügynökség van, félául elárult minket, azért az eléggé uh, jól ki van találva. Minden esetre egy végső szóként annyit mondanék, hogy akárki van ebbe a háborúba, Division, Black Task, a különböző csoportok a két városból, mindenki csak a saját érdekét nézi. Alapvetően, és uh, nincs jó és rossz ebben a, ebben a játékban. És úgy gondolom, hogy például Aaron nek az érdekei nem voltak se jók, se rosszak, értitek? Csak azt tette, amit jónak gondolt. A Black Task akármiért is tesz, akármit, azért teszi, mert azt gondolja jónak. Még mindig nem tudtuk kideríteni, miért akarták elrabolni a bioreaktort, ugye? Féláó azt teszi benne ebbe az egészben, amit jónak gondol. Kínőr mellé csatlakozott társai azt tették, amit jónak gondoltak. Ebben a harcban, amikor összeomlik a gazdaság, civilizáció, minden, mindenki azt fogja tenni, amit jónak gondol, és nincs jó, és nincs rossz. Szóval ezért a divisionnek a cselekedetei pontosan ugyanolyan jók, vagy éppen rosszak, és terrorista cselekedetnek számítanak, mint amiért a Black Tusk vagy Kínőr ér. Szóval az elszenvedő fél azok lesznek, akik nem tudnak harcolni és kiállni magukért. Még akkor is, hogyha a Division-t jó fiúknak számolják. Ezt gondolom én. Mit gondoltok ti? Ez lenne a következő kérdés. Remélem tetszett a videó. Hashtag macskabugyi, ha eljutottál a végére, és írd le, hogy mit tetszett benne, mit gondolsz a Division-ről. Jó ügynökök, rossz ügynökök. Ennyi lett volna, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. A következő videóig iratkozz fel, csatlakozz, Discord szerverünk játék leírásában. Nagyon köszönöm a figyelmet. Sziasztok!